Chilében volt edző, vagy Egyiptom, vagy Paraguayban, a Spanyolországban kitűnő játékos volt Magyarországon, de mi köze a Puskás öcsinek Egerhez? Hát ez a téma 1953-ban kezdődött, amikor apámnak egy ügyvéd barátja, aki jó kapcsolatban volt öcsivel, Heller Gyurinak hívták, felvetette azt a kérdést, mi lenne, hogyha Pesten egy borkimérést nyitnánk. Na és lehet róla szó, apám azt mondta, hogy rendben van, csak az ügyintézést valakinek be kell vállalni. Na most Heller Gyuri azt mondta, hogy öcsi bácsi egy ilyen kijárós típus, ő elintézi az engedélyeket, a többi pedig nekünk a bor szállítás és egyebek, ezek ránk tartoznak. Azért hozzátartozik még a történethez, hogy az 53-ban azért tudni kell a nagypapáról, a Csutorás Ferencről, a legidősebbről, hogy akkor szabadult éppen a börtönből, mint kőművész tahanovista, hál' Istennek, mert akkor újra tudta indítani a pincéjét, azáltal, hogy a pártvezetőséget meggyőzte arról, hogy igazság szerint már jó útra tért és építi a szocializmust. De most a Helle Gyurka bácsi, ugye az elmondások szerint meg apu is mesélte, nagyon tényleg ő is osztályidegen volt, tehát ügyvéd ember létére, sajnos seftelnie kellett, és kiveseftelt a Puskásékkal, és órákat hoztak be, nejlonhadisnyákat, meg stb. És akkor volt az a történet, hogy amit apu is mesél már, ugye, hogy a strandra az öcsivel találkoztak, így mondja a fáma. Az öcsi megkérdezte a Hellert, hogy hol kéne találkozni. Azt mondja, figyelj, egy olyan szolid helyen, azt mondja, jó lesz az Egri strand? Jó, lementek az Egri strandra. Hát olyan szolid hely volt, hogy ugye mindenki ott tuszkált körülöttük, mert nagyapa meg éppen az öcsi tárgyalták azt, hogy hogy kéne borozót csinálni. Aztán a folytatásban az történt, hogy abban az időben a pince szövetkezetet kellett ahhoz létrehozni az 50-es években, tehát ilyen fals néven kellett ezt működtetni, hogy igazság szerint tudjanak dolgozni. Szakcsoport, vagy mi volt? Egyéni dolgozók, szőlőtermelők szakcsoportja volt. És igazság szerint ez a név alatt futott. Nagyapa összefogott vagy 10-15 bortermelőt, akinek volt ilyen kis háztályi bora, és mondta nekik, hogy hát gyerekek, ez a lehetőség, és akkor megcsinálták. Aztán a öcsi kiállta az engedélyeket, és milyen érdekes, hogy nagyon jó helyen, amit nagyapám is gondolom nagyon élvezett, a Béke kupola mögött, a Békeszálló mögött, az Ötvös utca 23/B-ben nyitották ki ezt a borozót, ami aztán később a törzshelyük is lett. A történet lényege talán annyi, ugye, hogy esténként nagyon sokszor előfordultak a Béke kupolában, ahol akkor már ugye a Kovács Erzsike is énekelt, akikkel szintén nagyon jó barátságot kötöttek, és ugye azért ott egész éjszakákban nyúló pinceszerek voltak, mert nagyapa nem telt el úgy, hogy ne borozgatott volna éppen szalonnával vagy kolbásszal az öcsivel. Ott egy külön terem volt nekik megcsinálva, azt hiszem, hogy hívták azt, hogy voltak a termek, mert te ott jártál azért. Hát volt a kártyaszoba, volt a kupola, akkor volt a békegrill, és zárás után az igazgató, az egységnek az igazgatója, hogy hívták őt? Kakuk Bandi, az irodájába bevitte, a társaságot ezt akkor ott eliszogattak, meg még a kolbászt, meg a szalonnát eleszegették. Tekintettel arra, hogy akkor már konyha nem volt az egész Békeszállóban. És ez biznisz volt az öcsinek? Ez, hogy mondjam, ez neki egy érdekesség volt. Azért volt érdekesség, mert a pincébe, az Ötvös utcába, őnékik volt egy külön helységük, ami csak őnékik volt feltartva. Ha lejött a barátaival, focistákkal vagy üzlettárs, oda leültek egy meg a színészek is lejártak, pohárborral, például a Gregus is lejárt, azoknak az üzletvezető kinyitotta ezt a helységet, de egyéb vendég oda nem mehetett be. És ez volt benne az üzleti része egy bizonyos részesedés volt, de hát ahhoz képest, ahogy mondjuk öcsi keresett, az nem volt egy nagy üzlet, hanem ez egy ilyen barátságos, ilyen baráti társaságnak volt az ötlete. Azért igazság szerint hozzátartozik az is, hogy az 50-es években az emberek meg akartak élni.
Tehát ez a társaság, például Heller György ugye ügyvéd ember részére nepperkednie kellett, mert ugye osztály idegen volt és nem kapott ügyvédigazolványt. A nagyapám szintén akkor jött ki a börtönből 54-ben, hát most mit csinálja, mihez kezdjen, jött ez az öcsiféle gondolat, hogy borozó azonnal kapott rajta, mert ugye a bort el tudtuk adni. Hát nem voltak magánvállalkozások, a magán vagy az állami cégek nem vettek bort senkitől, ugye mert nem vehettek, csak szövetkezeti pincéből. Úgyhogy igazság szerint ennyi volt talán a dolog pikantériája. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon érdekes emberek találkozása volt ez. Tehát akár az 50-es éveket így lehetne jellemezni, hogy mindenkinek ugye a megélhetését jelentette. Valamilyen szinten a borozó. Meggazdagodásról szerintem itt szó sem volt. Tehát nem erről szólt a történet. Hát nyilván, de ő úgy világhírű futballista, hát ez a vélete gyerekem, mert minden hallatszik. Őt, mint világhírű futballistát, azért nem hiszem, hogy annyira megfizették, mint mondjuk ma Maradónát, vagy ma Ronaldot, vagy bármelyiket. Tehát úgy tudom, hogy 300-400 forintokat kapott meccsenként. Azért itt literenként kapott valami százalékot, ugye? Igen. Igen, százalékot kapott, nem tudnám megmondani pontosan. Igen, akkor elég az van, hogy 20 fillért kapott minden. 20 fillért kapott. Ezt ekenek újra mondani, mondod, jó? De nem 20 fillért legyen, akkor legyen, mit tudom én, ennyi lehetett egy literből akkor a 8 forint volt, 80 fillért, akkor az 10 százalék, nem? Még egyszer. Igen, akkor elkezd újra mondani, hogy legyen. Aha, jó, legyen végén. Kérdésemet nem teszem. Igen. Jó. Tehát, hogy akkor hogy volt ez üzletileg? Hát üzletileg úgy volt, hogy öcsi bácsinak ebből 10% az olyan 80 fillér körüli összeg jött ki literenként az eladásból. Hát ez aztán minden szállítmány után, amikor el lett adva, akkor el lett számolva. A békekupolába szét lett osztva, gondolom én. El lett számolva öcsi felé, és ezért elég gyakran találkoztak apámmal, hol a Békébe, nyáron a Margit szigeten, az ebéd közben, akkor volt olyan este, hogy mondjuk fönt a Buda gyöngyébe, ugye, ahol ennek a Heller Gyurinak a barátnője volt az énekesnő, a Farkas Vera. Ezeket mind így apámtól hallottam vissza, ezeket a dolgokat, és hát ilyen barátias üzlet volt ez, baráti. Ön nem is találkozott az öcsivel? Én találkoztam az öcsivel, 55 nyarán voltak lenni Tegerbe, mégpedig a feleségével, annak a barátnője, akik szintén kézilabdás volt, nem tudnám megmondani, meg annak is futballista volt a férje. Bányainé, nem? Igen, lehet, hogy ő, de Palicskó neve, mert azt mondja, hogy Palicskóra emlékszik. Ez Bányainé volt? Bányai Nándor. Azt mondtad te, nem? Ő volt a legjobb barátnője. Akkor őnéki a fele, ővele voltak lent, akinek szintén futballista volt a férje. Uh-huh. És itt találkoztam a pincér, hát én akkor egy 15 éves gyerek voltam, kíváncsi, stb. Ugye lekezelt velem öcsi bácsi, aztán úgy hátrahúzódva néztem, ahogy ők poharazgatnak itt a diófa alatt a pincénk előtt. Úgyhogy egy jó időt eltöltöttek, egy tátraplán személygépkocsival, honvédségi személygépkocsival hozta le a kis sofőr, a kis katona őket, aztán hát... Meg találkoztál még egyszer vele, ezt mesélted, de még 55-ben, amikor a nagyapát műtötték, tudod? Ja igen, és akkor 55-ben apámat, 56 januárjában műtötték sérvre, akkor én már 15-16 éves voltam, és én kísértem fel a kocsit Pestre a szállítmánnyal, és akkor utána sógorommal együtt mentünk, utána összefutottunk köcsivel, és kérdezte, hogy hogy van papa, felépül-e már, és mondtam, hogy hamarosan rendbe jön ez a műtétje, és megint találkoznak. További beszélgetésekre sor fog kerülni. Itt, amikor az öcsi megjelent, akkor még nem volt öcsi bácsi, akkor még csak öcsi volt. Öcsi. Hogy akkor azért nagy dolog volt Egerbe, hogy az öcsi megjelent? Hát mondhatnám azt, hogy inkább inkognitó volt. Ki volt a felesége volt, annak a barátnője, meg a barátja. És nagyon jól érezték magukat, mert nem kellett senkire odafigyelni, mert egyébként elég sok ember vette őt mindenütt körül. És egy jó beszélgetés volt, apám meghívta, meg kíváncsi is volt a pincére, és
lejöttek és jól érezték magukat. El tudtak bújni szerintem a nagy közönség elől. Szerintem valóban, mert azért sokan jártak akkor annak idén ide a pincébe, ugye magánpinceként, turizmusként ez a pince működött, tehát a TS és a szövetkezeti pince mellett csak ez volt a magánpince, ugye, mert nagyapa akkor nyitott 53 után, és azért az öcsi bácsi is azt érezte a nagyapába, hogy itt azért itt mindig meg tudtak húzódni, mert én úgy hallottam, hogy többször is lejöttek. Aztán nekem van még egy kellemes történetem a öcsi bácsiról, mert itt 89-ben, amikor az én nagypapám egyszer mesélte, hogy gyere fiam, azt mondja, sose tudott van az a lényeg a nagypapa vezetni, se kocsit, se motor. Tehát mindig vittük, hoztuk, és azt mondta egyszer nekem, hogy gyere, meg kell hosszabbítani a jogosítványt, vigyél be az STK-ba. Mondom, hát nincs is jogsít, hát nem is tudsz vezetni. Azt mondja, ezt még az öcsi intézte, ne törődj semmivel, vigyél be az STK-ba. De minden évben meg kellett hosszabbítani, ugye már 75 év fölött a jogosítvány, három évente a jogosítvány. És akkor pont rá egy hétre meg itt a pajkos fiúkkal, mert itt hétfőnként mindig akkor volt tévészünnap, összeült a nagy baráti társaság, és akkor mesélték, hogy nagyapa szólt az öcsének, hogy figyelj, de kéne egy jogosítvány. És akkor mondja neki, hogy persze, semmi probléma, lebeszélem a vezetést, és akkor majd találkozol a vizsgabiztossal. Öcsi bácsi megnyugodva, hogy elintézte a dolgot, nagyapa megy a vizsgabiztoshoz, találkoznak, jó napot kívánok, Csutorás Ferenc vagyok. Egerből igen, már szólt az öcsi, mondja a vizsgabiztos. Legyen szíves beülni az autóba, kitöltöm addig a papírokat. Nagyapa fogta, beült a jobb oldalra. Vizsgabiztos jön, azt mondja, hogy hát de a volán mellé tetszik ülni, de hát én nem tudok vezetni, vigyen már el, legyen szíves a békeszállóba. Itt egy 500-as. Vizsgabiztos teljesen le volt rökögyödve, hát elvitte az öreget a békekupolába, este jön öcsi, azt mondja, na, meg volt a vizsga, rendben van minden. Rendben, azt mondta, a vizsgabiztos majd beszélgettek. Egy hét múlva megint találkoznak, jön öcsi, azt mondja, hát figyelj meg, de baj van. Hát mi a baj? Hát te nem is tudsz vezetni, azt mondta a vizsgabiztos. Hát mit gondolsz, miért szóltam neked? Ja, hát mondom, mit mondtál neki, kérdezi? Hát ugyanezt. És mit mondod? Hát el lesz intézve. És így lett az öregnek jogosítványa. Úgyhogy ez egy érdekes történet. Meg hát ami talán nagyon fontos a mi számunkra, meg nagyapától egy emlék, hogy ugye doxaórákkal és stb. Ilyen nejlonórákkal sefteltek, és az édesapámnak ugye van egy Schaffhausen órájára, amit állítólag 1955-ben, azt 55-ben vagy 56-ban még az öcsi hozta be nagyapának, és ezt azért volt különlegesség egy Schaffhausen óra, mert inkább az olcsóbb típusú órákat hozták be, doxákat, ugye, meg ezeket a műanyag átlátszó órákat, és az öreg mondta neki, hogyha van rá lehetőség, egy Schaffhausent hozzon már neki. És a nagyapa halála után ezt az órát édesapám nagyon büszkén viseli, azt mondta, hogyha majd... Megörököltük. Megörököltük, hogyha majd egyszer majd... És utána kapja ő. Na jó lenne, hogy hátadnád, hiányzik. Majd megkapod. 40 év múlva. Jó, így van. Ez könyves becsben van. Igen, van, így van. Becsben van. Van hozzá papír is, szóval... Certifikált az óra, tehát az is a fózeneket. 51-től 57-ig vagy 58-ig gyártották ezt a típust. Tehát az igazság szerint azért a Schaffhauseneket mindig így hozták ki. Mikor találkoztak utoljára öcsivel? Az várjál, az én voltam. Az a fiam volt. 1992-ben vagy 93-ban az itt volt egy mérkőzés, és az az igazság, hogy már nagypapa akkor nem élt, és én megpróbáltam megragadni a lehetőséget, hogy megkeresem, de igazság szerint sose voltunk tolakodók. Tehát nem akartam én a rengeteg rajongó mellett zavarni őt. És egy hirtelen percben látom, hogy jön öcsi bácsi, hát mondom, hogy menjek oda hozzá, kicsit zavarban is voltam, és mondtam neki, hogy öcsi bácsi, szeretnék bemutatkozni. Rám nézett, mondja gyorsan, öreg. Mondom, Csutorás Ferenc vagyok. Egyből felemelte kezét. Édes Istenem, a régi öregek, ugye, mert akkor már 20 év volt nagyapám meg ő közötte. Mi van a nagypapáddal, kérdezte így, és abban a pillanatban egy csomó riporter, meg egy csomó rajongó megrohamozta, és autogram, stb. Eltávolodtunk egymástól, de olyan szinten, hogy én egyszerűen lemaradtam. És akkor ment ki az ajtón öcsi bácsi, azt mondja, Feri, gyere utánam, mutatta. És nem tudtam utolérni, egyszerűen vitték. És 92 után, ugye, hogy az állapota is egyre jobban romlott, igazság szerint soha nem került rá sor, hogy találkozzunk még egyszer. Viszont azt tudom, hogy 1960-ban, amikor az édesapám, vagy nagyapámat megint letartóztatják, ugye, mert azért az 50-es éveket mi így zártuk le, hogy 60-ban megint lecsukják nagypapát, akkor előtte volt egy útlevele, hogy kimegy Olaszországba, azt hiszem az olimpiára, és akkor ott megpróbálja felvenni vele a kapcsolatot megint. Tehát szerintem egy igazán jó barátság volt, és ugye sokszor hallottuk azt, hogy így sefteltek, meg úgy sefteltek, ez nem sefbarátság volt, tehát sokkal több volt attól. Tehát azért ez egy üzleti dolog volt, amiről mai napig is sok ember kérdezek, és a baráti köréből sem nagyon sokan tudtak. Tehát úgy, hogy apu mondta, hogy ezt ilyen bizalmilag kezelték. Azért az 50-es években nem lehetett igazán nagy dobra verni a dolgokat,
Igazság szerint inkább az egri termelők, akik tudták, hogy nagyapának adják el a bort, és oda kerül a bor, azok mondták mindig, hogy megy a puskás borozóba a bor, amiből aztán később bal is lett, mert amikor Öcsi bácsi 56-ban ugye kidiszidál és elmegy, azért 60-ban mi megítjük megint a bokánkat elég rendesen, és azért a 60-ban például elég sokan vallottak úgy ellene, hogy a Csutor első puskással volt borozója. Tehát nem volt egy jó ómen, az az igazság sajnos. Úgyhogy az 50-es éveket talán lehet ennyivel zárni, ugye, hogy a Kovács Erzsikéjék, vagy éppen a Heller Gyurkájék, mindenki a maga módján, ugye, egy új életutat futott be, Öcsi bácsi elhagyta az országot, nagyapám itt maradt, Heller Gyurék szintén 56-ban tette fel édesapám a buszra, kivel ment el, a barátnét, hogy hívták? Farkas Fera, énekes volt a mennyasszonya. Tehát igazság szerint az 50-es évek azért a sok sztori mellett, amik megszépülnek idővel, azért egy elég kemény időszak. Mindenki számára. A borozó üzletvezetője, a Révész Sándor, az is... Az is lelépett 56-ban forradalom után. Úgyhogy elég nehéz időszakok voltak. Ennek ellenére 57-ben állítólag, tehát a borozót azt tudjuk, hogy még egyszer kinyitotta az öreg és megszerezte az engedélyeket. Talán Sándor Karcsi bácsi volt az, aki szintén kijárta az engedélyeket. Csikar. Igen. Csikar, mert hogy a focistáknak volt ugye erre lehetőségük. Aztán 60-ig ment a borozó, és utána becsukták. Mint a borozót, mint az öreget is. És mi van most ezzel a borozóval? Mi van a helyen? Én megnéztem, egy olyan jó két hónappal ezelőtt voltam fent, azt hiszem a Helvécia söröző működik benne, ez a 23 per Bétfes utca. Tehát igazság szerint működik, mint egy söröző. Minden átalakul idővel. Mi lett volna a puskással, de ez csak egy ilyen gondolatjáték, gondolatkísérlet, ahogy mondják. Mi lett volna, mert a hét marad, ha nem megy ki 56-ban? Ha nem megy ki 56-ban... És más a rendszer? Ha nem megy ki 56-ban, és ez a rendszer van, az nagyon elmeszelték volna. Én nekem van egy ilyen érzésem. Mint ahogy... Kimentek, mondták, jöjjön haza, kap eltiltást, ezt, azt, aztán majd rendeződik. Hát erre nincs válasz. Az biztos, hogy már olyan befolyása nem igen lett volna, futballra lehetett volna. De egyéb dolgokra, mint ahogy eljárt emberek érdekébe. Bizony. Mint például a Kovács Erzsinek a vőlegényét, a Szűcsöt, hogy kivégezték. Akkor is eljárt minden fórumon, hogy ne történjen meg ez. Már nem lett volna olyan súlya, gondolom, a befolyásának, mint az 50-es évek elején volt. Ez egy furcsa dolog, hogy az Öcsi, aki igazán soha nem politizált, vagyis a legnagyobb diktátorokkal volt jó kapcsolatban. Hát igen, hát azok adták ki a parancsokat, meg a végrehajtásokat, úgyhogy... De oda is mert nekik olvasni. Én ezt úgy gondolom. Hogy... Hát, hogyha belegondolunk, én szerintem azért mert volt... Mert olyan nagy ember. Így van, nagy ember olyan... volt, és olyan nagy párhuzamot lehetne a nagyapa meg öcsi között húzni, hogyha ugye megnézzük, egy honvéd tiszt meg egy bolcsittes, ugye? Találkozása a szocialista rendszerbe. Tehát gondolom, hogy nem ezt beszélték meg, hogy Feri bácsi, hogy érezted magadat egy évig a börtönbe. Tehát igazság szerint azért szerintem ez a párhuzam, ez nagyon jó, és ez pontosan ez tűnik ki ebből, hogy abszolút nem érezted. Azért álljunk meg egy pillanatra, kisfiam, ez nem így van, mert abban az időben, például az én apám 51-ben egy disznóvágásért kapott egy évet, úgyhogy nem egy általános... bűnöző volt, hanem egy ilyen rendszer hozta magát. Rendszer bűnözője volt. Fekete vágás. Így van. Tehát a kulák listára került 1945-től, és onnantól kezdve egy jó ürügy volt azonnal, hogy így el tudták távolítani. Hát ha a Lőcsi előbb ismeri, akkor lehet, hogy akkor nem csökkent. Ez 100%. 100%, hogy ki járta volna ezt a dolgot. Én biztos vagyok benne. Tehát az öcsi bácsi, amit mi is hallottunk, tehát tényleg jó ember volt, és én szerintem soha nem a gazdagságra törekedett. Tehát nem úgy beszéltek róla, vagy nagyapám nem úgy beszélt erről a történetről soha, hogy fú, micsoda nagy üzlet volt, és micsoda nagyon jól ment akkor a szekér. Nem erről beszélgettünk. Arról beszélgettünk, hogy milyen szép napokat töltöttek el együtt, akár a békében, amikor beszélgettek, vagy éppen beültek egy slágeresre, vagy bármire. Tehát összességében a barátságról beszéltek, soha nem a pénz meg az üzlet. De mondjuk a nagyapámat ismerve, én személyesen nem ismertem a Puskás Ferencet, de a nagyapámat ismerve, a nagyapámat soha nem ez érdekelte. Ha az életútját most megnézem a nagyapámnak, mert csak azt látom, hogy ugye fel kellett építeni ezt a pincét, és csináltuk a dolgunkat. Ugye az előbb mondtad, hogy
öcsi bácsi, hogy diktátorokkal volt jóba. Hát mit gondolsz, a bor az nem köti össze az embert ugyanilyen szinten? Egyformán kell szeretni, tudod, a vöröset és a fehéret is. Úgyhogy összességében, ha belegondolsz, akkor soha nem volt harag senki felé, mert különben nem lehet egy borászatot csinálni. Az öcsi megvégezte pályafutását. A ti borászatotok hol tart most? Az a nagyapának a műve az meddig jutott? Itt tart. A fiamnál tart, kérlek szépen, hogy ő a harmadik generáció, aki ezt fogja csinálni. És nagyon örülök neki, hogy fiatalember létére ezt csinálja, mert ma már nem nagyon akarnak mezőgazdaságban az emberek. Mezőgazdaságból megélni. Az még tény és való, hogy volt, amikor az öcsi bácsi szegény meghalt, akkor a TV2-n lement egy riport. Nem tudom, emlékeztek-e rá? Bocsánat, ezt hagyjuk, hogy TV2, lement egy riport. És arról beszéltek, hogy kellenek-e példaképek. Hát igenis kellene példaképek. Itt van apu, itt van nagyapa, itt van öcsi bácsi, mert pontosan ezek a példaképek akár a borászatban, akár a futballban előre mozdíthatnak egy fiatal embert. Ez én esetemben így van. Foci esetében is ugyanígy van. Szerintem a magyar focinak is egy nagyon nagy problémája az, hogy igazából nem akarok személyeskedni, de nincsen olyan példaképe a mai fiatal focista társadalomnak, hogy azt mondják, hogy én szeretnék ilyen lenni. Tehát én például mindig magamat apuhoz, meg nagyapához hasonlítom. Nekem ők a lieblingjeim. Az lenne, hogyha magyar futballban is a fiatal generációnak lenne lieblingje, és azt mondanák, hogy már pedig én akkor is végigcsinálom. Az öcsi pályafutását én a könyvből olvasva, 56 után azért az a két év, hogy neki kint külföldön meg kellett élni és boldogulnia, éppen jó példa arra, hogy igenis fel kell tudni állni. Mi családunkban nagyon sokszor felálltunk. Nagyon sokszor felálltunk. 50-es évek, 60-as évek, nagyon sokszor felálltunk, és én magam is azt mondom, hogy igenis, hogyha bármi történne, vagy ezt még egyszer újra kéne építeni, lehet, hogy most is hozzáfognánk, akár apuval, akár magamba, de megcsinálnánk. És a foci is ilyen szerintem. Tökéletes. Tökéletes. Hát a esetleg vágókép, vagy valami kell, egy másod nézi, bár én nem csinálom. Mondtam, hogy ő néki adta már. Hát nem tudom, hogy ez benne volt, hogy elment egy kicsit apu balra. Nem. Ez nem lényeges? Nem. Vágjunk. De majd mondjad, hogy mi volt? Ja, csak azt akartam mondani, hogy nem számított, azt kérdezte, hogy nem számított, hogy egy kicsit elhúzódott. Nem, jó van, oké, rendben van. Nem, annyira pontosan összefoglaltad azt, ami a film lényege egyébként, mert pont így akarjuk a történelmet. Uh-huh. Én a Puskás nem azért mondom, hogy itt áll. Igen. Jó, hiszem, hogy, jó, világos. Nem, de próbáltuk ezt a párhuzamot húzni, nem? Ez így jó lesz, nem? Tökéletes. El lehet nézni, nem tényleg ilyen pár szó jönnek, akkor már kár lenne, érted? Igen. Annyira jól beszélsz. Inkább beszélgetek veled, Tamás, hogy bármelyet mindig, bármikor. Apám mindig azt mondta, hogy párton kívüli bolsevik vagyok. Megígyunk egy pohárból? Vagy van, meg lesz valami? Hát aki szereti a bort, a focit meg a nőket, az már rossz szerve nem lesz. És kérlek szépen... Szóval nagyon nagy mondások voltak, meg látod, mikor levittelek benneteket az egyes pincébe is, ugye, rögtön előadtam, hogy a baloldali sor az vörös, balosok, jobb oldalon vannak a fehér borok. Szóval ilyen dolgokat is apám talált ki, tudod? És most, ha jött ide egy kommunista, annak nagyon jó érzés volt, hogy itt találom a baloldalon a vörösöket. Jobb oldalon a fehére. Aki meg nem volt kommunista, meg nem politizált, az meg egy jó sztorinak vette. Úgyhogy ilyeneket talált ki az én sztori, drága. Igen, az apus nagyon nagyapok körülben tényleg jó sztori is volt, ott volt egy kedvenc száma 40. Tehát jöttek itt a vendégek, ú, legénység, gyertek, legyetek meg 40 pohár bort. Na most ez csak így mindig mondta, jó pofán, hogy 40-nel, tehát hogy szívesen vendég lát tőle. Tehát valaki komolyan vette, te figyelj, úgy kísérgettük innen az embereket, érted? Azon a meredeken valaki a betonkárba kötött ki, tudod? Azt mondtuk, hogy mi a baj? Hát azt mondta nagyapa, hogy 40 pohárral be kell vágni. Mondom apunak, hogy állj, szó szerint vették, mondom. A 40-es szám, a 40-es szám nagyon tetszett neki, mert én 40-be születtem, fiam. Ez is egy igen történet. Különben apu 44-ben kapott a nagyapától 4 holt szőlőt a születésnapjára. 44-ben, 40-ben, amikor ő megszületett, akkor 4 évesen ráíratott 4 holt szőlőt, akkor telepítette neki. Tehát... Ezek után nem lehetett más, mint borosgazdát. Hát borosgazdát, így van. Csak közben szólt a történet. Kérlek szépen, akkor most reszkedhetnék. A bunkert azt felépítettük hozzá, Tamás, látod, nem? A pince megvan. Szóval
Szerintem, és szerintem is jó. És öcsi bácsik olyan kedves emberek voltak, ezt már nem veszük, ugye? De veszünk, de mondjuk. De mondjuk csak. Olyan kedves emberek voltak, hogy itten megterítettünk, bicskát elő, stb. Eszegettek, apám hozta lopóval a bort, itták a jó rizlinget, és kérem szépen, az asszonyok is olyan kellemesen beszél. Szóval nyugodt volt a légkör. És azt hiszem, hogy öcsiék erre vágytak, ilyen nyugodt légkörre. Mert más vonalakon meg a slepp, mondjuk így, állandóan körülvette, hol ilyennel, hol olyan témával. Ez a bajom, az a bajom. Úgyhogy... De azt tudom, hogy a halálában sem szakadt el a Tiborotoktól, ugye? Már olyan értelem, hogy pont a halála után arra gondolsz, karácsonykor küldtem Erzsike nénnek egy kartonbort. Hát ennek az a sors pikantériája, tudod, hogy én meghallottam azt az reggeli tévében, hogy a temetésre ugye nem gyűlik össze a pénz, és akkor azonnal apuval azt mondtuk, hogy akkor ajánljál fel 500 palac bort a temetésen, a protokollra este, tudod, a vendégeknek, akik jönnek. Nagyon örültek Magyar Zoliék, ők intézték a temetést, egyből fogadták, mondták, hogy sajnos nem lesz nagy rendezvény, nem csinálnak nagy rendezvényt, de nagyon megörültek minden esetre, és akkor küldtünk Erzsikének egy kartonbort. Hát ő a Szőlősi Gyuri által állítólag nagyon felcsillant a szem, hogy a csutoránsék, mert hogy ugye az neki is lehet, hogy a kellemes élmény maradt meg a számára, 3 év kapcsolat. Az az ördögi, hogy itt most már nagyon régóta foglalkozunk a Puskás élet történetével, és csupa ilyen mély és igaz barátsága volt, akikkel mi találkoztunk, legalábbis így élik meg mindannyian, és ez azt gondolom, hogy így is van. Így van. Tehát nem gondolom, hogy pillanatisra jött én, túloznátok bármilyen szinten, de pont erről szól, hogy én ugyan kétszer találkoztam az öcsivel, de egész életemben hatása, vagy mi lehetett ez a varázs ennek az embernek, a futballtudáson kívül nyilván. Egy olyan emberi kapcsolatot tudott már a nézésével, a megjelenésével, vagy ahogy kis közelített hozzád, hogy rögtön leszerelte az embert, és a készfogása is olyan volt. Hát én egy 15 éves gyerek voltam, és kezet foghattam vele. De úgy fogott velem kezet, mint egy felnőtt emberrel, és akihez valami köze van. Emberi úgy, volt mindig, emberi. Igen. Talán ez a legjobb szó, emberi lehetett. Hát hogyha te találkoztál vele, és gondolod, én nem találkoztam vele, de amikor én nagyapám, tehát én nekem a nagyapám ugye említettem, hogy a Liblingen volt, és itt voltam mindig. Ezt mondjuk apunak köszönhetem, mert az apu soha nem erőszakkal neverte belém a szőlészetet, hanem mindig úgy rám hagyta, tudod, és akkor én itt ebbe a fakádakba itt ugráltam, és így jól éreztem magam, rendetlenkedtem a szőlőbe. Ő meg ezt élvezte, hogy na, ezt így kell kezdeni, tudod, először hadd szeresse meg az ugrálást, aztán majd taposhatja a szőlőt. És igazság szerint nálunk sosem ment ez ilyen görcsösen, és azért mindig, amikor nagyapával lent voltunk, akkor nagyapa kisfia műjéle, katonázás, tudod, szalonna, kenyérhéj, ez volt a lényeg, és akkor egyből elkezdett mesélni Puskásról, élettörténetről, és mindig a jó sztorikról, tudod, hogy öcsi bácsi így, öcsi bácsi úgy, tudod, Borozon volt, azért meghatározó, az nagyapának is meghatározó lett aztán a végén az egész életébe, mert nagyapám baráti köre, és a nagyapám közelében lévő igazán nagyon-nagyon szoros kapcsolatok, azok teljesen elmentek. Vagy az öregség által, hogy meghaltak, vagy az 50-es években szinte mindenki kimenekült ebből az országból. De a nagyapa minden szinten ilyen vesztes volt, tehát sose felejtem, mert mindig néztem, hogy nagyapának ugye nincsenek egyidős barátai. 20 évvel fiatalabb baráti köre volt mindig. De inkább mindig a fiatalokkal szeretett. Hát azt a fiatalokkal szeretett. Ezért maradt meg örök ifjú. Örök ifjú. Igen. Örök ifjú. De tényleg nagyon érdekes, hogy mindig csak a fiatalok. Csak fiatal baráti köre. Nagyon szeretett ő minden embert, meg az idősebbekkel is megtalálta a hangnemet. De fiatal baráti köre csak volt, fiatalai voltak. Úgyhogy nem foglalkozott azzal, hogy jaj, megöregedtem, vagy akarmi. Az édesapám mindig azt szokta rám mondani nagyapa kapcsán, tudod, hogy összejött neked cintányért, én vagyok, hát ő nem olyan menős ember, mint én szeretek bulizni. Azt mindig mondja, hogy egy cintányért valahol összejött, tudod, akkor nekem egyből szaladnom kell bulizni magyarul. Mert mondom neki, jó, ez még a jobbik eset, mert nagyapánál még a cintányért se kellett összejötni, már ment, érted? Szeretett a kis öreg élni, menni. És mindig... De állítólag a Puskás is ugyanilyen menős volt, tehát állandó közlekedésben. Mindig olyan körökben mozgott, amik megfelelő intelligenciával is rendelkeztek. Mert öcsi bácsinak is csak olyan, már szűkebbek,
olyanok voltak, akik elég intelligensek is voltak ahhoz, hogy ővel szót értsenek, vagy szóba álljanak. Igen. Jó, többet úgy tudom betenni, úgyhogy megállom. Jó lesz? Köszönjük szépen a lehetőséget. És nagyon ügyesen becsinálom.